feliratkozol, és utána minden elérhető. De egy bizonyos összeget be kell fizess az oldalra, hogy láss mindent. Miért kezdtél bele az OF-be? Igazából mondom, az volt a terv, hogy felnőtt filmes szeretnék lenni, vagyis szeretnénk lenni, ilyen amatőr kategóriában megmaradni, tehát nem elmenni ilyen céghez. De aztán jött a webkamozás, és akkor volt egy kis szünet, és akkor csak webkamoztam, és aztán elkezdtek nagyon sokan követni, meg nagyon sokan kérdezték, hogy miért nincs OF-em. És akkor igazából így jött az OF, hogy nagyon-nagyon sokan kérdezték tényleg minden nap kb., hogy nincs OF-ed? Tudom, nincs. És akkor így jött az OF-ez is. Imádom az OF-et, köszönöm szépen. Hát meg köszönöm, nagyon sok szívecskét kaptam, most már 30 ezer fölött van a szívecskék. Szóval szerintem nem rossz így, hogy március óta van igazán így az OF-em. Úgyhogy tényleg tök köszönöm, bár nem tudom, hogy mennyit számít, de gondolom, ha valaki ránéz a profilomra és látja, hogy mennyi szívecske van, akkor az jót jelent. Jaj. Ja, úgyhogy igazából én ott maradt, én leragadtam a webkamozásnál, mert a terv az volt, hogy azért kezdek el webkamozni, hogy megismerjenek az emberek, hogy tudod, követőket szerezzek. De annyira jól éreztem magam azon az oldalon, hogy egy kicsit így háttérbe szorult a videózás. Volt videózás, de inkább csak ilyen szóló tartalmak. És... De aztán így örülök, hogy végül is újra belekezdtünk ebbe a páros videózásba, mert nagyon adom, nagyon, nagyon. Így sajnos igen, mert így háttérbe szorult most a webkamozás, de hát ugyanúgy leszek azon az oldalon is, csak már nem olyan sokat, mint régen. Hello, sziasztok! Meg hát, amit mondtam nektek, hogy nekem nagyon sokat adott úgymond a webkamos oldal, mert hiába néztem én is ilyen felnőtt tartalmakat, mert ugye én is néztem ilyen felnőtt tartalmakat, de ezen az oldalon úgymond, tehát annyira meglepődtem magamon, hogy tényleg, hogy úristen, ez én vagyok, hogy ez így belőlem jön ki, hogy ilyen is tudok lenni, szóval nekem ez egy ilyen tök jó dolog, hogy elkezdtem webkamozni. Most ne a pénzt nézzük, hanem tök jó pénzkereseti lehetőség is nyilván, de másrésztről meg az, hogy így még jobban azt hittem, hogy ismerem magam, de kiderült, hogy kurvára nem. Itt annyira megismertem magam, és olyan dolgok, nem is gondoltam volna, hogy engem izgat ilyen dolog. Na mindegy, és hogyha ezen az oldalon nem vagyok, akkor erre lehet, már se jövök igazából. Hát kövessetek az Instámon, és ott álltok linkeket. Csak így meg sose lesz normális párkapcsolatod, nem? Hát én ezt nem mondtam nektek, hogy nincs kapcsolatom, meg az se, hogy van. Szóval rátok bizom. De ezért egy profi kamera operator szükség esetén saját egyedi weboldal, mint annó Mia Khalifa. Igazából én úgy vagyok vele, hogy nekem nagyon tetszik ez az amatőr feeling, megmondom az őszintét. A legújabb iPhone-okkal szoktunk egyébként videózni, két telefonnal. Azt se szeretném, hogy stáb legyen körülöttünk, mert akkor már nem adja vissza azt a feelinget, meg azt sem szeretném, hogy ugye más megmondja nekem, hogy mit, hogyan csinálja. És nekem ez, ahogy most így csináljuk, nekem ez nagyon tetszik. Szerintem tök jó ez az OF oldal, tök jó ez a platform, hogy nem kell neked foglalkoznod a platformoddal, meg nem tudom, szerintem kurva drága csinálni egy ilyen oldalt, meg fejleszteni, meg mit tudom én. Most nyilván leveszi azt a bizonyos részt az OF, de
de úgy vagyok vele, hogy nekem nem kell foglalkoznom egy ilyen oldallal. Meg akkor ki tudja, hogy hogy jelentenek be, meg mit tudom én, bármint, hogy érted az oldalamat, hogyha csinálnék egy ilyet. Úgyhogy nekem ez így tetszik, ez az OF oldal. Direkt úgy csináltam meg egyébként az árat is, hogy tudom azt, hogy mennyit vonnak le nyilván, hogy nekik, nektek is jó legyen, meg nekem is azért jó legyen. Szóval én így szeretnék megmaradni. Pont egy példát tudok mondani nektek, hogy van egy csaj, aki a PH-n kezdett, full amatőr, tök jó videói voltak, imádták a csajt, és hát ugye nagyon nagyot ment a PH-n. Viszont hát fölkarolta őt egy ilyen pornós cég, ugye? És teljesen más videói voltak. Szóval nem, tudod, az az amatőr feeling az teljesen eltűnt, mert látszod, tudod, hogy beállított kamera, minden be van állítva, és a csajszi, ahogy fönt volt, úgy ment le. Szóval én nem szeretném elkövetni ezt a hibát, nekem ez így tetszik, hogy ilyen kis vannak hibák a videókon, de pont ez a jó benne, hogy olyan kis igazi, érted? Nekem ez tetszik. Hát az jobb, igen. Szóval nem. Szeretném, hogy ez így megmaradjon, viszont amit biztosan szeretnék, az az, hogy nagyon sok helyre akarunk eljutni, és mindenhol is videózni. És ezt mind megosztani az OF oldalon. Meg olyan kis vlogozás lenne, tudjátok. Egyébként is ez volt a terv, hogy elmenni, mit tudom én, nyaralni valahova, bemutatni egy picit, hogy hol járunk, és akkor közben menne, tudjátok, a kis huncutodás, meg ilyenek, úgyhogy én abszolút ezt adom. De nem a luxit akarom mutatni a videókban, mert hanem én, tudjátok, szeretek minél furább helyen készíteni videót. Nem, én konkrétan itthon vagyok, én nem mentem sehova, a kocsim ott áll, ahol minden nap szokott, a házam előtt. Minél extrémebb helyszín, igen, én nagyon szerettem, főleg az ilyen elhagyatott ház, az már, hát talán hányszor volt elhagyatott ház? 3-szor voltam ilyen elhagyatott házba. És maga, tudjátok, ez a... Azt nem szeretem, hogyha meglátnak, nyilván. Azt úgy csináljuk, hogy ne lássanak meg minket, de viszont maga ez a lebukás veszély érzete, ez úgy így doppingol engem is, és őt is. És én azért szeretek inkább ilyen helyszíneken csinálni. Persze, most volt egy kecóba, elmentünk, kibéreltük, csináltunk tök jó videókat, egyébként nagyon jók lettek azok is, de már úgy mennék ki. Már úgy mennék ki, és valami fura helyen videózni. Úgyhogy, ja. Sziasztok! Remélem, nem fog felforrósodni a telom. Nem zavar, hogy a férfiak kommentekben olyanokat mondanak, hogy vetköz le és a többi. Fú, figyeljetek! Van ez a SC, ez a webkamos oldal. Nyilván itt a TikTokon tökre nem szeretem, hogyha ilyeneket írnak, mert ez nem az az oldal, itt nem úgy vagyok, hogy érted, hogy ilyeneket mondjanak. Viszont például, amikor elkezdek a webkamos oldalon live-ozni, én kifejezetten szeretem, mert én meg úgy én benne vagyok ezekbe, érted? És akkor igen, vetkezzek le. És akkor tudod, én így ezeket szeretem, ezeket a huncutságokat, ezek simán, engem egyáltalán nem zavar. Például az Instagramom az tök más. Ott egyébként el szoktam rejteni az ilyenfajta kommenteket, mert nyilván az egy másik platform. De az X-em az megint csak más, mert ott meg engedem, mert az megint másról szól. Szóval ez attól függ, hogy hol kapom a kommenteket. Azért mondom, hogy nálam például a cseten, az SC-n nem szoktak ilyen tiltások lenni, meg engem az ilyenek abszolút nem zavarnak, hogy olyanok. Nyilván
nyilván vannak olyan dolgok, amit már én se szeretek, de most az, hogy amiket szoktak ott általában mondani, hát én örülök, hogyha pörög a chat, én is bele szok menni a kis játékba, sőt, én nagyon szeretem, hogyha huncutkodnak, mert akkor én is azt tudok lenni. Úgyhogy ilyen oda-vissza, én szeretem. Igen, persze, ez a webkamozás már nagyon régóta, ezt én is, fú, szerintem még talán, mikor is hallhattam, amikor, igen, amikor fodrásznak tanultam, akkor hallottam ezt a webkamos munkát, mondom, mi van, mi, mondom, kamera előtt ott, vagy számítógép előtt, tudod, ott izé, mit csinálnak a lányok, és én már akkor hallottam, hogy van ilyen, csak akkor, de mármint, hogy sosem ítéltem el senkit, aki ilyet csinált, csak ilyen fura volt, hogy mi ilyen van, hát miért nem mennek el akkor így a pasik tényleg találkozni valakivel, hogy ez miért jobb, de most már tudom, hogy miért jobb az ilyenfajta virtuális világ, mint maga, hogy ténylegesen találkozni valakivel. Csak akkor még ilyen fura volt, hogy emberek ilyen, miért mennek ilyen oldalra? Igen, a szomszéd, na mindegy, majd bezárom, nehogy itt megálljon. Erzsó is most jön, vagy mi?